Ez egy nagyon jó belső felvétel, amit gondolom ritkán látnak, ilyen felvételt. Az az érdekessége, hogy a rengeteg sérülés, amire ha gondolják, majd kitérünk, mindig megpróbálták a saját anyagából pótolni, amit csináltak vele. Tehát ezek a kapcsok, és ezen az oldalon is vannak drótozások, amik most nem látszanak, innen vagdosták le az aranyat. Azokból a fülecskékből, amik túllógtak a szegecselésen. És amikor elfogyott már ez az anyag, már mélyebben nem lehetett vagdosni a szegecselést, akkor jött az idegen anyag, például ez a csavar, amit valószínűleg a 16. századba tettek bele, mert akkor kezdték el használni jól a csavarokat, mert hogy a kereszt belülről üreges, egyszerűen vágtak bele egy belső menetet, készítettek egy apacsavart, és szépen csavarhúzóval a helyére rögzítették. Számomra a legtalányosabb kép, amit valóban földi halandó igen ritkán látott, és valószínűleg nem is igen tudta, hogy mit lát, mert hosszú ideig én se tudtam, hogy mit látok. Néztem, de nem tudtam, hogy mit látok. Mert hogy aki itt középen ül, az a világ közepén ül. Mert az akkori világfelfogás négyszögletű volt. Nem a földről beszélünk, hanem a teremtett világról beszélünk, tehát a világ mindenségről, annak négy sarka volt. Tehát, hogyha valaki a világot akarta ábrázolni, akkor egy négyszöget rajzolt le. Ez egy 7x7-es négyszög. Aki középen ül, annak nincs monogramja. Igaz? Mai szóhasználattal piktogramokat látunk ott, és kettőt mindjárt, nem egyet. Tehát a készítők egy olyan problémával találkoztak, hogy ők a világ urának készítenek egy koronát. Beleépítik az akkori világ minden tudását. Ezt úgy hívják, hogy a gnózist beleépítik, amit ők csillagászatból, matematikából, építészetből, aranyművességből, valamit. Ugye mindig az a nagy kérdés, hogy ha mi most 21. században el akarunk készíteni egy olyan tárgyat, ami mindent megmutat a mi kultúránkról, akkor mit készítenénk el? Mi lenne az? Rácsos tészta? Hamburger? Vagy egy atomtenger alatti járó, vagy egy űrhajó, amiben mindent beleépítettünk, egy űrhajóba mindent beleépítettünk, amit eddig fölhalmoztunk, tudást, értéket, azt mi oda mind beleépítettük. Ők beleépítették egy ötvös tárgyba. És hogy ennek nyomatékot adjanak, és hogy a Szent Háromságot, mert ugye a Nikea zsinaton túl vagyunk jelen pillanatban, ami dogmában meghatározta, hogy kaporszakálú öreg Isten pedig tilos ábrázolni. A legelső ilyen ábrázolás a Sixtus kápolnában van, pápai engedélyre. De nem volt olyan, hogy minden templomot telerajzoltak őszakálú öreg Istennel, de ő nekik meg kellett ezt oldaniuk valahogy. És ugye ez volt az egyik legsarkalatosabb vitánk, hogy miért van két Jézus a Szent Koronán, mert hogy egyiket innen, másikat onnan hozták, aztán valahogy összerakták, nem figyeltek rá. De nem ám. Mert ha emlékszünk, a homlok részen a Pantokrátor, világbíró Krisztus a 30-as éveibe van, igaz? Működése erejébe. Egy határozott, egy kijelentő módban levő Krisztus van ott, aki eljön itt élni élőket és holtakat. Ez a Jézuska, ha folytatom a logikát, ez pedig a nyugdíj környékén olyan 60-70 körül van. Tehát megöregítették, ugye a magyar is úgy mondja, hogy az öreg Isten. És olyan egyszerű eljárás ez, mert amikor a tanítványok megkérdezték, hogy és uram, mikor látjuk az atyát? Akkor mondták, hogy látjátok az atyát, mert aki rám néz, az őt látja. Tehát pontosan úgy kell kinéznie, mint Jézusnak, ezen a logikán. Tehát megöregítem, és hogy nehogy eltévesszem a helyzetet, nem monogramot írok mellé, hogy én vagyok az Atya Isten, hanem fölrakok egy piktogramot, ami napocska, és a Jézusnak a jele.
Mert hogy ő a világ világosságának jött a földre, és hogyha nem emberformába akarják ábrázolni, akkor egy napocskát rajzolnak, ami nekem is az oviba a jelen volt. A túloldalra viszont egy holdacskát raktak föl, ami mindig a szűzanya jele, mindig női entitás, egyébként a nap és az arany, az mindig férfi entitás, a ezüst pedig mindig női entitás, mindig holdat jelent, női mi voltot, mert a hold szabályozza a szülést, a hold szabályozza a termékenységet, és a hold szabályozza a nők ciklusát. Egész pontosan minden kiáradást a hold szabályoz. Tehát, aki ott középen ül, és az ő nevét jelenti ez a két piktogram, az a nappal és az éjszakának az ura, a holdnak és a csillagoknak, tehát a bolygóknak és a csillagoknak, tehát mindennek ura és istene ül középen, és amikor azt mondja, és fölmén a mennekben, ott ül a mindenható jobbján, ott van a mindenható jobbján, és hogy a szűzanya van a bal oldalán, azt onnan látnánk, hogyha jó erős kép lenne ez, hogy a születés 9 hónapját 9 pici golyóval jelzik a hold körül. Fölül van 4 darab golyó, alul van 5 darab golyó, majd egy boldogabb időszakban, erősebb képviszonyok mellett ellenőrizni tudják, amit mondtam. Tehát aki középen ül, a világ közepén ül, mindennek ura istene, a férfi és a női entitást is ő hordozza magába, a nappal az éjjel, a csillagok a bolygók, és a köldöke a világ tengely, a kereszt halad rajta keresztül. Trónon ül, és férfi entitása van, mert befelé hajlanak az életfák. És ilyen egyszerűen oldották meg, és így megvan az Atya, Fiú, Szentlélek hármassága a Szent Koronán. Az ő köldökén halad át ez a kereszt, amiről azt tudom elmondani, hogy eredetileg a készültség idejében egyenesen állt. Ez egy belső kép, ahogy rögzítve van a kereszt. Egyre rosszabb helyzetben vagyok, mert a fény egyre jobban oda fog vetülni a képekre. Ez egy műszaki rajz minden esetre. Ennek a jegyzőkönyvnek a része, és az mutatja be, hogy eredetileg egyenes volt, mert a ferdesség, és ebből nem engedek, három hibából adódik össze. Az egyik, hogy az egyik sérülésnél, amikor elrabolták, és a csecsemő királyt ráültették a koronára, akkor a baloldali pánt úgy szakadt el, hogy kiszakadtak a szegecsek anyaggal együtt, és nem lehetett visszaszegecselni a régi helyére, és ezért följebb kellett egy centinyivel, följebb kellett új lukat fúrni a keresztpánton, ezáltal az egész rendszer bal irányba elbillent. Még akkor szemmel alig látható ez a pár fok, viszont ettől a fönti irányból, ez pontosan úgy van, hogy belefordították egy bölcsőbe, kitömték párnával, híha, ez a kutya a miénk? Jó, akkor nem dobjuk ki. Tehát egy felső irányból statikus nyomás nehezedett rá, ezáltal a kereszt önmagába elgörbült, 4 fokot elgörbült, egy nyomás látszik neki a felső részén, és az Atya Isten lapjánál két helyen elpattant maga a keresztpánt, berogyott, az egész elrogyott. Tehát, hogyha egy aranyműves azt a feladatot kapja, hogy javítsa meg, akkor visszaállítja a keresztpánt eredeti magasságát, visszabillen, kiegyenesíti a kupolát, megint visszabillen, a fokok is föl vannak írva, most ez nem is érdekes, és önmagába kiegyenesíti a keresztet, a görbületet, akkor visszaáll egyenesre. Na már most, aki hisz abban, hogy ez a föld tengelyével, milyen tengely? Forgás tengely, processziós tengelyével, precessziós tengelyével egybeesik, és ez 60, hát onnan, a másik oldalról 65 és fél, ugye? Valahogy úgy.
Tehát, hogy ez pont ott állt meg, erre meg azt tudom mondani, hogy nincsenek véletlenek. Hát lehetne ez 12 fok, lehetne 32, sok minden lehetne, ez most ott állt meg. Így szeretjük, így rögzítettük, így fogadjuk el, innentől kezdve ferde a keresztje. De ha mi, országlakósok, egyszer úgy döntünk, hogy állítsuk helyre az eredeti állapotot, akkor állítsuk helyre, akkor meg egyenes lesz. Azzal sincs hiba, mert hogy eredetileg úgy készítették. Ha egyszer végre eldöntjük, hogy azok a képek, amiket lecseréltek róla, és más politikai okokból felhasználtak, kerüljenek vissza, akkor visszakerülne az Uriel Ráfael hitünk szerint, és a szűzanya, boldogasszony anyánk kerülne vissza az ő saját helyére. És akkor helyreállna a rendszer. De ez nagyon nincsen politikai akarat. Még közös akarat. Most már egy kicsit vágtatok, míg a nap oda nem ér. Ez a jogar, egy nem túl jó kép ebből a szempontból, de 7 cm körülbelül egy hegyi kristály gömbről beszélünk. 3 darab ülő oroszlán van rajta kifaragva. Ott látszik a teste, arra megy, az első lába, az a feje, arra megy hátra a teste, és ilyen kunkori farka van fölfelé. Egyébként tipikus a navar hatalmi jelkép, mert ők használták, ők is Egyiptomból örökölték ezt a szokást, a jogarnak a szokását. Ugyanaz a technológia egyébként, mint ami a Szent Koronán látható filigrén, ugyanaz az anyagminőség. A nyele egyébként, ugye hát ez eléggé fogyóeszköz a nyél, az rózsafából van megcsinálva, ezüsttel van megcsinálva és aranyozva van. A csüngők itt is másodlagos fölrögzítések, azért mert, hogy ki vannak furkálva a gyöngydrótok, és ugyanúgy, ahogy a koronán csak beleakasztották az aranyba, ugyanúgy. Nem tudjuk, miért cserélték ki, biztos majd valaki megtudja, de a gömböcskék már nem olyan jó anyagminőségűek, mint a felső rész. Feltűnően hiányzik valami középről, ugye? Ott egy luk, egyébként egy bajelhárító csomó a közepe, amit Egyiptomban sűrűn használtak, bajelhárítás okán, ott valami hiányzik. Mert hogy feltételezésünk szerint valamikor kristálygömb volt az ország alma, ezt például, akiről említettem az előbb, hogy sokáig üldözött a könyvével, és aztán 2 információ volt, amit én megjegyeztem belőle, az többek közt ez volt, hogy ez ugye Szent István képe, legalábbis István király képe a koronázási palástról, kezében a lándzsa, és ott van egy gömb keresztel a kezébe, ami arányaiban sokkal nagyobb, mint a jelenlegi, bár ez nem túl nagy tudás, mert Anzsúkorba került a jelenlegi országalma a koronázási ékszerek közé, tehát ez nem olyan nagy találmány. De az ember folyamatosan mondta, hogy látta ezt a képet? Láttam. Hányszor láttam? Legalább 200-szor. Na és nem tűnt föl valami? Ja, minek kéne föltűnni? Azt mondja, a kristálygöm. Hát mondom, jó, hát és akkor mi van? Azt mondja, azért kristálygöm, mert ha ez fémgömb lenne, akkor nem látszanának az ujjai. Igaz? Mert így nem lehet gömböt tartani, hogy az összes ujjam elől van. Logikus? Tehát én átlátok ezen a gömbön, és ott még a kezénél is mutatják a vonallal, folytatják, azért ez aranyhímzés, számoljuk bele a dologba, tehát ott folytatja a gömbnek a vonalát. Na jó van, és hát ott van, jó van, azt mondja, számolja már meg az ujjait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát valaki üzent nekünk több mint 1000 évről, vagy 1000 évről, ugye, hogy kinek van 6 ujja általában, mondjuk negyedik Bélának. Tehát azoknak, akik mágusok, azoknak van, de őróla már ezt nem volt szabad odaírni, ugye kicsit ideges lett volna, ezért aki ezt hímezte, ez szépen egy rejteki szöveget belehímezett a dologba. Egyébként megvan szakmai híjúság, mert a 14. században restaurálták,
és ott a kis Rózsi beleírta a nevét, hogy kis Rózsi, nem tudom, hogy mikor én restauráltam, bele van hímezve, egy új anyagra hímezték föl, és ő beleírta a nevét, hogy ő restaurálta. Egy apáca volt. Na minden esetre ez a kép ezt üzente nekünk. A koronázási palást, ezt majdnem mindenki ilyen távlatból ismeri. Érdekessége az, hogy Péli Zoli barátom, aki Perzó kiadó néven írt egy könyvet Szent Imre haláláról, ő úgy gondolja, és az ő kutatásai oda keveredtek ki, hogy igenis koronázási palásnak készült. Csak mivel Szent Imre meghalt, ezért okafogyottá vált a koronázás, ezzel a palástal, és azért adták az apácáknak. Egyszerűen átfogalmazták az adományozási szalagot rajta, mert hiszen nagyon kevesen tudják, hogy Szent István vissza akart vonulni az uralkodástól, Kolostorba akart menni. Nem kis bűn nyomta a vállát, és igen hosszú ideig uralkodott, és mivel a fiát uralkodásra nevelték, Szent Imre volt ugye az egyetlen fiú örökös, aki megélte a férfikort, ezért át akarta adni neki az uralkodás terhét, és ezért mentek ők el annak idején arra a bizonyos vadászatra, ami Péli Zoli barátom szerint vadkertnél történt meg, Szarvaskútnál. Ezen a vadászaton ő neki egy szarvast kellett volna elejteni. Ez volt az Árpádházi szállásterületek legdélebbi pontja, ez Kecskemét alatt van, ez a Szarvaskút, mert hogy az uralkodó sem mehetett más területre vadászni, csak a sajátjára. Ezért szakrális módon ő neki a legdélebbi ponton egy szarvast kellett elejtenie a koronázása előtt, miután a pálosok fölkészítették ugye magára a koronázási aktusra. Zoli barátom szerint a halálos támadás ezen vadászat közepette érte, és nem vaddisznó ölte meg, hanem egy egész egyszerű politikai gyilkosság áldozata volt, amit még nem tudja megállapítani, hogy a testőröket gyűrték le előbb, és aztán érték előtt, vagy őt érték el előbb, és a testőrök csak később tudtak beavatkozni. Minden esetre a leírások szerint is súlyos sebeket szenvedett. Tehát nem ott helybe halt meg, hanem súlyos sebeket szenvedett. És a testőrség megpróbálta Buda felé visszavinni. Ugye próbálták a pálosokhoz elvinni a holdvilág árokba, hogy meggyógyítsák. És szörnyű fájdalmak között útközben lehelte ki halálát 23 évesen. Na már most Soltvadkerttől megy a régi budai út, ami egyszer csak megszakad, van egy pici templom, és azóta a falut Solt Szent Imrének hívják. És van ott egy kis templomka, ami úgy van építve, hogy ugye a minden napfordulókor az ablakon besüt a nap, de csak szeptember 7-én délután 4 óra 40 perckor süt be pont arra a helyre, ahol meghalt Szent Imre. Ha elmennek kirándulni, Csonkatoronynak van jelölve Solt Szent Imre külső határán, mi minden évben el szoktunk menni, és ez a templom egy négyszögletes kis mező közepén van, egy nagyon pici templom. Az ablakai úgy vannak eltolva egymástól, hogy értelmetlen, nem lehet kilátni rajta. Az egyiken, ha benézek, akkor falat látok, a másikon ki akarok nézni, falat látok. És csak akkor süt be a nap, amikor neki be kell sütnie ezen a bizonyos időponton, és mi ezért el szoktunk menni. Mert hogy kevesen tudják, hogy egyrészt itt majd kivágják ezt a részt is, nagyon utálom, hogy Szent Imrét egy hermafroditának ábrázolják mindenképpen. Nem tudom, hogy hány Szent Imre szobrot láttak, azon mindegy ilyen csipendél fiú formában, egy hervat liliommal a kezében, egy ilyen degenerált gyerek van állandóan ábrázolva. És ezt a képet valahogy le kéne már rombolnunk, mert a Szent Istváni államba egy tutyimutyi puhány embernek nem adhattak át uralkodást. Ez a fiatal ember, ez egy sportos, erős, nagyon kultúrált,
harcművészetekben nagyon magas szinten álló, kiváló fiatalember volt, aki hadvezér volt. Ugyanis Szent István már nem ment csatába, mert öreg volt, elküldte a fiát, aki megverte a német császárt. Utána a diplomáciai teljesítményébe olyan békét kényszerített a német császára, hogy pár év múlva megint támadott, mert nem bírták elviselni. Ez a fiatalember tökéletesen hatalomra volt fölkészítve, harapott. Az, hogy ő szűz házasságban élt az egyébként bizánci feleségével, az csak annyit jelentett, hogy ameddig az uralkodás szentségébe nem avatják be, nem érint más nőt, hogy ne lehessen örökössel manipulálni majd a hatalmat. Azért. De ahogy összeházasodott, illetve ahogy beavatták volna az uralkodás szentségébe, kötelességszerűen, mert akkor már kötelesség a szex, már elnézést, utódokat kellett volna nemzetnie. Ott megszűnt volna ez a szűz házasság. Ő addig tartotta ezt a dolgot. Na már most, egy ilyen hatalomra fölkészített fiatalember nem lehet ilyen pipogya. Nem lehet ilyen. Kettő. Potenciálisan a világura volt. Ott helyben, a koronázás előtt két nappal potenciálisan világura volt, mert a felesége révén megörökölte volna a bizánci trónt, és az anyja révén megörökölte volna a német-római trónt. Gondoljuk végig. Hát Pesten kevesebbé is öltek embert. Csak és logikusan a politikai gyilkosság jöhet szóba. Mert egy háborúban, harcban, vadászatban az élen járó, nagyon klassz fiatalember nem olyan hülye és degenerált, hogy egy megsebzett vaddisznóhoz oda menjen egyedül. Mert most se olyan hülye egy vadász, hogy oda megy egyedül egy megsebzett vaddisznóhoz. Mert alapszabály, hogy nem megy oda. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Tehát ez csak. Érdekes módon utána Szent István első húzása, jól emlékszem, egy Tonuzaba nevű besenyő vezérnek az élve való eltemetése az abádi révnél. Ez volt a következő lépése, ugye első idegességébe. Akit feleségestül együtt élve, ez Tokajnál van egyébként, az abádi rév, ami nem feltétlenül keresztényi magatartásra utal, és szűken csak annyit írnak, hogy nem volt hajlandó a régi hitről áttérni az újra. Hát a Tonuzabának pedig a neve vaddisznó apát jelent egyébként. Az ország alma viszont Anzsúkorba került oda, Anzsú címer van rajta. Egy nagyon szemtelen címer, mert a vendégjogot fölborítja, mert az Anzsú arcátlanul előre tette, tehát jobb oldalra tette a saját címerét, holott ott az Árpádházi címernek kellene lennie, mert ő vendég volt az országban. Ezt egyébként nehezményezték a magyar urak, úgyhogy utána az összes többiről levették, de ezen valamilyen okból kifolyólag, mert nem fértek hozzá. Itt meg már nem is úgy van ábrázolva a rajzon. Ja de, úgy van, elnézést, nagy lendülettel mondtam. Ez a kép azért érdekes, mert a 17. században, amikor hazakerültek a koronázási jelvények II. József idejébe, akkor rajzot készítettek róla, és hogyha jól megnézik, akkor a koronázási kard nem úgy néz ki, mint most. Ugye? Mert most nem ilyen a koronázási kard. Most egy inkább viking típusú szálfegyver van ott, de nem ilyen. Ennek az az oka, hogy 1848-49-ben Orsovánál elrejtették a Szent Koronát ugye föld alá, és a Duna kétszer vagy háromszor öntött ki, mert 5 évig volt a föld alatt, és telement sáros vízzel a koronázási láda. Minden, ami fosszilis, ugye egy Kergel nevű ezredes találta meg, megfelelő árulók bevonásával, tehát egy Kergel nevű ezredes találta meg, és ő jegyezte föl, hogy minden fosszilis anyag szétrohadt a ládába, tehát a bőrtokok, amiben voltak a koronák. A magyar történelem egy nagyon nagy része, mert hogy a koronaőrök, amióta léteznek, átadás-átvétel tárgyát képezi a korona, és följegyezték mindig, kinek, mikor, milyen alkalomból, kinek a rendeletére, hogy hozta vissza, mit csináltak. És képzeljék el, hogy Szent Istvánig visszamenőleg most fölüthetnénk a koronaőr naplót, és megnézhetnénk, hogy melyik király, melyik nap, mit csinált vele, hova vitte, mi történt. Hát ez szétrohadt ott Orsovánál.
A víznek a leggyengébben az acél tud ezután még ellenállni, tehát az a penge, az eredeti penge teljesen szét kellett, hogy rohadjon, tehát egy új kardot kellett oda behelyezni, és Ferenc József, mivel hogy mikor megtalálták, akkor hozták Magyarországra, akkor először Budafokhároson kötött ki a hajó, Budafokhárosnál fogadták a magyarok, megengedték, hogy elvigyék Ferenc Józsefhez, Ferenc József visszaküldte Magyarországra, és akkor többnapos vigasság következett, és a Szent Korona helyére került. Azért érdekes még ez a rajz, Decsi Sámuel rajzolta egyébként le, mert a koronázási ékszeregyütteshez hozzá tartozott Szent István ruhája, saruja, kesztyűje, aranyba öltöztették az uralkodót. De ezek a ruhák eltűnnek. 1853-ban, azt hiszem, igen, akkor találják meg. Hát onnantól kezdve nem szerepelnek a koronázási ékszeregyüttesben, csak a koronázási palástot adják az uralkodóra. Egyébként kék alapú a koronázási palást. Ezen az orsovai elrejtésnél az volt a szerencséje, hogy utolsó tárgyként a láda tetejére került, és nem állt benne a vízbe, csak átnedvesedett. Ezáltal egy olyan gombafertőzést kapott az anyaga, hogy feltartóztathatatlanul meg fogja zabálni a koronázási palástot. Ezért tartják sötétbe, meg kondicionált terembe, de meg fogja enni. Ez a gomba szépen meg fogja enni, és a végén maradnak majd az aranyhímzések, úgy, ahogy vannak. Tehát ezeket a ruhákat azóta se találjuk. Most már végképp nem látszik, ez az utolsó kép utána válaszolok szívesen. Berta Tibi barátom könyvéből loptam ezt a képet. Annyi az érdekessége, hogy itt a bal jobb oldalon, vagy mi ez, bal oldalon, lent piros-fehér-zöldet látnak a korona sematikus ábrázolásán. Tibi azt mondja, hogy a koronán szereplő szentek bolygókhoz rendelhetők, a bolygóknak színei vannak, és a homlok részen, hogyha megfelelő sorrendbe tesszük fel az arkangyalokat, akkor piros-fehér-zöld színű, és akkor körülbelül megértjük, hogy miért piros-fehér-zöld a magyar lobogó. Ez volt az utolsó képem, köszönöm, hogy ennyi türelemmel eleddig meghallgattak. Zárszónak általában azt szoktam mondani, ha én most, nem tudom, egy-két órát most elbeszélgettünk, ugye? Legalább. Ha én most hazudoztam 2,5 órát maguknak, akkor is nézzenek utána, olvassák el az irodalmakat, gondoljanak arra, hogy a lelkükben most helyükre került-e valami, hogy megértettek-e valamit belőle, hogy ez jó-e, amit hallottak. És ennek szellemébe tekintsenek ő felségére. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Segítünk! Parancsoljon! Jó, nagyon, kicsit nagyot hallok, elnézést, kiveszem a dugót. Legyen szíves leírni, és a koronabizottságnak elküldeni. Nem én vagyok a... Ennek van címe... Nekem újat mondott, igaza, ha igaza van, most komolyan mondom, most nem viccelek. A koronabizottság vagy tanács, elnézést majd az úr hagyja jön és utána jön, évente 2-szer gyűlésezik, körülbelül arról beszélnek, hogy mit vetettek meg, kiskertben mit kapáltak, mert nem tudnak. Néha az én leveleimtől összerezdülnek, de lesöpörnek az izéről. De tessék megírni nekik, hogy van ilyen technológia. Az úr jön, elnézést. Ja. Jó, de az a ravasz kis kóla azért van itt, hogy én azt igen. Ezt vágják ki, nehogy kóla reklám legyen. Az úr csak ezt akarta? Megmentette az életemet. Elnézést, az úr jelentkezett hátul, és utána jön.
Ebben nem mernék állást foglalni. Most már setésetova hallottam ezt is, azt is. Ehhez kéne szakavatott, művészettörténész, szakralitást ismerő. Én egy aranyműves vagyok, mezitlábas ötvös. Mivel, hogy a kereszt mobilis tárgy rajta, sőt, durvát mondok, minden mobilis rajta. Tehát le tudom szerelni, vissza tudom szerelni. Tehát oda-vissza majdnem mindent el tudok művelni vele. Döntsék el azok, akik erre. Pont ma találkoztam Berta TV-vel egyébként 11 órakor, kis ilyen összeverekedtünk, de mindig jókat beszélgetünk erről. Ő azt mondja, hogy kristálygömbnek kellett ott lennie, mert úgy jön össze a dolog. Ő szerinte egy naptárkorona, ami Stonehenge ríme, hát majd egyszer, ha még egyszer találkozunk, elhozom azt a DVD-t is, és azt is meg tudjuk beszélni. Az is egy csodálatos dolog. A hölgy következik majd. Gondolom azért tartják ebbe a tárolóba, légritka térbe, meg nem tudom én mibe. Én ezt az információt kaptam, lehet, hogy, de nem nyúltak hozzá szerintem, nem volt restaurálva, amióta itthon van. Hát a fényképek. Tehát a Nemzeti Múzeumban most is ki van állítva? Volt valaki? Jó, ez új információ, akkor tessenek utána nézni, lehet, hogy most félrevezettem önöket. Én nekem egy restaurátor mesélte ezt. Tehát ha félrevezettem önöket, akkor a gomba kérdésbe tovább kell lépni. Jó, tiszta sor, de akkor föl lehet tenni a koronabizottságnak ezt a kérdést. Tessenek közösen írni egy levelet, hogy létezik ez a probléma. Önök valahol értesül, nehogy rám hivatkozzanak, mert iktatják a levelüket rögtön, és tegyék föl ezt a kérdést, és hogy ennek van megoldása. Ugyanis már elnézést a jelentkezőktől, a Szent Korona ügyében iparosok hozták a döntő dolgokat. A tudományos világnak az emberei, azok jobban nem tudom megfogalmazni, közalkalmazottak. Azok nagyon félnek bármit kijelenteni. Négy szem közt megbeszéljük, hogy az tuti, az úgy van, meg izé. Ahogy hivatalos fórumra rögtön szajkózzák ugyanazt az akadémista szöveget, amiért ők a fizetést kapják. Szégyen, gyalázat, sajnos ők abból élnek, nem mernek nyíltan semmi mellé állni. Erre én vagyok a példa, szerveztem egy koronakutató konferenciát, majdnem botrány lett belőle. De ez majd egy másik kérdés. Ön, mert... Hát én ebben megint nem merek állást foglalni, de az én szememet is szúrja, hogy szépen fejezzem ki. Nem teljesen van átszúrva alatta, hanem egy kicsit oldalirányba van elvezetve. Én, amikor a házelnök asszonya beszéltem, amikor olyanokkal beszéltem, tehát köztársasági elnök, mindig elmondom nekik, hogy háborút jelent az, hogyha át van döfve. Nem mozdulnak. Prospektust adtak ki, hogy így néz ki. Próbálom. Én mindig próbálom. Van háború, tehát nem nyugszunk egy jó ideje. Az úrot hátul, csak hangosan mondja, mert nem az. Ha megköveznek, akkor is elmondom, hogy szerintem nem jó helyen van az országházába. Az országháza egy politikai küzdőtér. Ott, ahol bizonyos nemtelen dolgok is megengedhetőek a szent cél érdekében, leköpködik egymást, ott csúnya dolgok történnek. Én ezt szakrális környezetben nem helyezném bele, mert ott csúnya dolgoknak kell történni, mint egy boxmérkőzésen. Nem kimélik egymást, lejáratják egymást.
Ezen a Szent Korona se tud változtatni. A Szent Korona sose volt a politikai küzdőtérnek a központja, csak a hatalmi küzdelemnek volt a tárgya valamilyen szinten általában. Én nekem, és most már majd just is írok még egy levelet, hagy idegeskedjenek, meg gondoltam, dolgozzanak már, hogyha egyszer összejönnek évente kétszer, hogy nekem az a véleményem, hogy a dísztér egy, fönt a várba, ugye a Szent Koronát fönt a várba őrizték, 4. Béla óta. Ha fölmennek az Oroszlános udvar felé, közelítenek, ugye a vár felől, akkor látnak két oroszlánt, két oszloppal. Ha a jobboldali oszlop mellett fölnéznek a második emeletre, és számolnak 4 ablakot, akkor meglátják azt a helyet, ahol a Szent Koronát őrizték a háború előtt. Arról a helyről 43-ban mozdították ki a volt honvédelmi minisztérium, ami most a dísztér egy, és csak a falai állnak, ugye a fölmennek, ott ilyen kormos falak vannak, az volt a honvédelmi minisztérium. Annak volt egy 60 méter mély bunkerja, és amikor elkezdődött a bombázás, ha majd meg tudjuk nézni a kis DVD filmecskét, amit hogyha van kedvük még, ha nincs kedvük, nem nézünk meg, oda vitték le. És én azt mondom, hogy ott kéne építeni egy nemzeti panteont, mert nincs nekünk nemzeti panteonunk. Satszolják meg, hogy az Árpádházi Szent Királyok csontjai hol vannak. Fehérváron, amikor megtalálták, akkor valami lángeszű ember 38-ban összelapátolta egy ládába az egészet, utána visszatemették, aztán körülbelül 50 éven keresztül a szennyvíz ömlött bele, mert eltört a csatorna Fehérváron. Ezt, amikor észrevették, nem a csontokat vették észre, hanem hogy a csatorna folyik, tehát az Árpádházi Szent Királyainkról beszélek, akkor kijavították a csatornacsöveket, de megtalálták a csontokat is. Fogták, fölhozták a Nemzeti Múzeumba, ahol a Nemzeti Múzeum pincébe lögdösték 4-5 éven keresztül, hogy mi is legyen vele. Ugye a Kiszeli professzor vállalkozott rá, hogy szétválogatja a csontokat. Santora Ágnes, aki a milyen intézet, igazságügyi intézetnek az igazgatója, tehát ahol megmondják, hogy milyen szögbe szúrták le, akasztották be vele, ő annak az igazgatója, ő azt mondta, hogy amit szennyvíz átmosott, egyszer csontot, abból már nem lehet olyan DMS-t kihozni, ami értékelhető lenne, tehát nem lehet szétválogatni ezeket a csontokat. Ezután szépen összecsomagolták megint a ládába, és nagy titokban visszavitték Fehérváron egy pincébe. Na így bánunk mi az Árpádházi Szent Királyainkkal. Erre én azt mondom, hogy igenis, hozzuk föl a csontjaikat, tisztítsuk meg a csontjaikat, tegyünk egy nemzeti panteont, Mátyás királyig bezárólag, mert ugye a szakrális magyar királyság odáig tartott, azokat az uralkodókat tiszteljük, az utána uralkodókat elviseljük, és legyenek ott vagy a szobraik, vagy egy általános árpádházi emlékmű, legyenek felsorolva az uralkodók, legyenek felsorolva, akikre büszkék vagyunk, legyenek ott a zászlaink, amik ott vannak ugyan a hadtörténeti intézetben, amit a szovjetek adtak vissza nekünk 40 valamikor, legyenek kitéve, akkor meg lehet alapítani újra a magyar királyi koronaőrséget, aki erre vigyáz. Ott van a legmagasabb közjogi méltóság, a köztársasági elnök a szomszédba, ott lenne egy ugyanolyan látogatható hely, mint a országháza. Pont, ennyi. Hát meg kéne adni azt a tiszteletet, ami jár neki, és a többi megy a maga útján. Parancsolj! Teljesen. Most ilyenkor azt mondja a csomóra, igen, mert a VOD meg akarja csinálni a koronát. Nem feltétlenül én, de olyan tehetséges szakemberek tömkelege létezik most már, olyan ügyes szakemberek is, ahogy mondtam, hogy olyan technikák állnak most már rendelkezésünkre, hogy egy átgondolt, nagyon jó tervvel, egész biztos több éves munka lenne, tehát
sajogna a szívünk, és egészen pici darabokra kell szétszedni. Ahogy látták a képet, ugye a szűzanya képét, úgy a két arkangyal képét is megcsináltattuk. Tehát létezik már ez a három kép. El tudnék mesélni itt egy olyan indián történetet, hogy örülnek, hogy ülnek, de azt is tudjuk, hogy Amerikában megvan a két arkangyal képe is. Az eredeti két arkangyal képe. Csudi dolgok kerültek át Amerikába, de az egy más dolog. Most ebben nem mennék bele szívesen. Tehát ugyanezeket a képeket most már ugyanezzel a technikával meg tudjuk csinálni. Kérdés, hogy mit akarunk igazából. Nagyon sok vitám volt, nagyon sokszor, hát azt nem mondom, hogy leanyáztak, de nagyon nem kedvelt ember vagyok. Abból a szempontból, hogy én javításpárti vagyok. Hát nekem az nem okoz örömet, hogy egy pár héttel ezelőtt belefaroltam egy betonkockába, és leszakadt a kipufogó cső a kocsimról. És összedrótoztam alul, meg egy rongya úgy oda tette, hogy ne üsse állandóan az alvázat, de ettől nem lesz szent a kocsim, és nem örülök neki, hogy rossz a kipufogom. Tehát, hogyha a római szentatya a halálán volt, és gégemetszést kellett rajta csinálni, vagy vakbélműtétre volt szüksége, akkor jött egy orvos, fogta a szikét, és az Isten földi helytartójának a hasába mélyeztette, és kivette a vakbelét. És akkor ő elvonatkoztatott a szakralitástól, és ő egy szakmai szempontból működött, ahogy azoknak az aranyműveseknek is el kell vonatkoztatniuk ebbe a kérdésbe, és a lehető legtökéletesebb megoldásra kell törekedniük. Ennyi. Meg lehet oldani, mindent meg lehet oldani. Most a németek kitalálták, hogy mindent úgy jó megtartani, ahogy van. No, az miért jó, hogy az apám zsebórája ott van nálam, kitört üvegekkel és leesett mutatókkal. Elvesztette a funkcióját. Nincs funkciója. Miért tartjuk? Varga Tibiék azt mondják, hogy azért ilyen, mert hogy a történelmet magán viseli, és minden sérülés valamit jelent. Valamihez köthető. Rendben van. Dokumentálom, lefényképezem, és kijavítom. Nekem ez. Parancsolj. Jó. Az úr azt mondja, nem. Akkor nem. A szavazás fogja eldönteni, ön jelentkezett megint. Isten bizony nem hallom. Van egy országalma, valószínűleg a kristálygömb, és van egy eredeti kard. Mind a kettőt Japánban őrzik egy ilyen kamikázé szekta. És a tatárjárás idején került ki az országból, és ők egész pontosan tudják, hogy honnan ki, és milyen módon került hozzájuk, és azt is pontosan tudják, hogy egyszer majd nyugatról eljönnek a testvéreik, és visszakérik tőlük ezt a bizonyos eszközt. Valaki még? Ja? Nem. Nem. Igazából annyi dolog történt, annyi hihetetlen dolog történt, és olyan harc dúl most a világba, amit nem is mondok el, inkább hagy legyenek nyugodtan, de amikor eldől, akkor majd hallanak róla. Én is nyugodtan ültem otthon, és örültem volna neki, ha nem tudom, de tudom, és ezért egy kicsit nem vagyok nyugodt. De nem jó, nem jó. Megpróbálom. Olyan. Hoztam is, meg nem is. Az a legrosszabb, őszintén nem. Ez olyan kérdés, mint a házasság első próbája, amikor megkérdezi, apukám, ugye nem is nagy a fenekem. Na most mit mondunk? Az nagyon késpengén van. Aki igazat mondott, bajba kerül, az biztos. Na hát szóval, ha röviden akarom elmondani. Na jó. Hát beteg lett az Endre felesége. Jó irányból kezdem?
Igen ám, de az Endre Chicagóban lakik. És a felesége egy cselány. És olyannyira beteg volt, hogy nem tudták meggyógyítani. És hát a fejlett nyugati világ legszebb szegletén kit hívnak, amikor nem lehet? Az indián gyógyítót, egy sámánt hívnak. Kéretik kivágni a kóla jeleneket. Próbáljuk ki a DVD-t, hogy le tudjuk-e vetíteni, meg látjuk-e. Na és akkor eljött ez az indián, valahonnan észak, Kanada határán volt, és azt mondja, hogy meggyógyítja az asszony rövid 2 vagy 3 nap alatt, és ahogy beszélgetnek, azt mondja, maguk hogy beszélnek, mert egymás közt magyarul beszélnek. Azt mondja, magyarul, jé, azt mondja, képzeljék el, hogy én voltam itt Amerikában valahol, és a magyar Szent Koronáról hiányzó 1-2 dolgot láttam ott. Na az Endre még diszidált 87-be, azt hiszem, és őt ez nem érdekelte. Ő egy szentesi parasztgyerek, mondta, jó van barátom. Azt el is ment az Indián. Telt múlt az idő, amikor az Endre kapott egy újságnak az alját letépve, New York Timesnak mondjuk, amire az volt írva, hogy menjél haza Magyarországra a barátodhoz, aki új utat ad az életednek, vagy új értelmet ad az életednek, vagy valami ehhez hasonló szöveg volt. Szóljanak, ha unják, mert abba hagyom. Hát hazajött az Endre. Elment a Lajoshoz, aki cukrász. És mondta, hogy de jó, hogy látlak, 10 éve nem látták egymást, mi a fenének jöttél? Hát, hogy hazajöttem. Jó van, azt mondja, figyelj, nem érek rá. Letiltottam. Tehát azt mondta, hogy nem érek rá, mert a Berta Tibi tart előadást itt a művelődési házban. És hogy ő a koronáról fog beszélni, ez egy kicsit erős lesz nekem. És hogy gyere velem, akkor hallgasd meg. És akkor az Endre beült az első sorba a Lajossal, és néha bebólintotta az előadás közben, amikor a Berta Tibi oda érkezett, hogy és ezt a 3 képet levették onnan, és a fene se tudja, hogy hova kerültek ezek a képek, és egyszer csak leesett a tantusz az Endrének, hogy mit is írt neki az indián, és mit is mondott neki ezelőtt 5 évvel. És akkor fölpattant a helyéről, és azt mondta, hogy Úristen, és az Endre élete megváltozott. Innentől kezdve, ha röviden össze akarom foglalni, gazdag emberből szegény ember lett, egy félvilág üldözi azóta, az miatt az információ miatt, amit ő megtudott, és aminek a végére járt, az Úr egy olyan nehéz terhet adott a hátára, amit nagyon nehezen tud cipelni, és a világ leggonoszabb erői, Lász Sörös, aki ismeri ezt a nevet, tudja, val küzd, és hogyha ő ezt a küzdelmet végig tudja csinálni, még tudnám fűzni ezt a mondókát, mint a tovább is van, mondjam még, de hogyha ezt azt a harcot ő végig tudja harcolni, akkor a magyar történelem olyan csodálatos dolgai fognak egyszer csak visszakerülni Magyarországra, amit sose gondoltunk, és olyan válságot fog elindítani az igazság, ami leginkább nagy baj szokott lenni, ami maga alá temet mindent, ami a régi, ami a gonoszhoz tartozott. De ebbe ő szó szerint belerokkant. Elmondom, olyan, ezt majd megírom, amikor elcsitultak a dolgok, hogy hihetetlen fogócska kezdődött, onnantól kezdve, hogy amikor ő visszament Amerikába, találkozott azzal az emberrel, akkor visszamegyek. 89-ben odajön hozzám egy öreg ember, alig értettem, amit mond, és azt mondja, a fiatalember tudja, hogy a Magyar Szent Korona 2 képe Amerikában van? Hát mondom, ezt vagy oxigénhiányos állapotban van, vagy fejbe rúgta a ló a hétvégén. Mert hogy lenne ez Amerikába? Azt mondja, fiatalember, azt mondja, elárverezték Amerikába, akkor már mentem is oda, én mondom, egyre vadabb az öreg úr, még a végén megrúg vagy megharap.
És akkor eljön az Endrem egy év múlva, és azt mondja, te Imre, tudtad, hogy elárverezték Amerikába a Szent Korona két képét? Ha mondom, ne csináld már velem ezt, mondom, 10 éve mondták, akkor is mondtam, hogy hülye, aki mondta. A Sotheby ház 1973-ban, a hónapot nem tudom megmondani, katalógusba meghirdetve a Magyar Szent Korona két képét elárverezte. Nem csak a két képet, hanem egy ládát. A ládában Révai Péter koronaőr naplóját, egy csomó gombot, követ, mindent egy tételbe, mert ott volt több mint 10 éve, és senki se tudta katalogizálni. Aki közelített a tárgyakhoz, jó, visszamegyek még egyre, hogy még vadabb legyen a történet, egy pár remegő lábú, fehér, nem mondom meg milyen ember, beszaladt a Sotheby-hez, lecsapták ezt a ládát, és azt mondták, készpénzére adják. Nem tudom, ismerik-e az árverési házak árképzését, ha valamit készpénzért megvesznek, az az 1/10 adják oda érte. Nagyon kultúráltan mondta az ember, hogy hát uraim, a becsült értéknek az 1/10 tudjuk odaadni. Jó, jó, mi meg akarunk szabadulni tőle. Megszabadultak tőle, kiderült, hogy fekete mágiát játszottak ezekkel a dolgokkal, és olyan erő indult el, amit nem tudtak leállítani. Ezért megszabadultak tőle. 10 éven keresztül senki nem tudta katalogizálni, mert aki közel ment, rosszul lett, hány tőle, fájt a feje, nem tudott a közelébe lenni, ezért a Sotheby pincébe, ez most mind titok, amit mondok, nehogy tovább mondják, kamerából megkivágják. És végre érkezett egy magyar ember, aki a középkori művészeteknek volt a tudora, és ő katalogizálta ezeket a tárgyakat. Na, ettől az embertől tudjuk. Hát eztől a magyar embertől. Amint ezt elmondta, fölvettük vele a kapcsolatot, elment egy kórházba, és véletlenül félrekezelték a cukorbetegségét, és meghalt. Az Endre, amikor felszállt a repülőre, akkor az első járatot lekéste, itt Frankfurtba, mert ugye ott száll át Amerikába. A felszálló pályán álló repülőbe belecsúszott egy leszálló repülő, és az ő ülését átszúrta a szárny. Amikor hazaért Amerikába, az összes bankkártyáját letiltották, egy fillért nem tudott fölmenni, tönkre ment a boltja, és belekeveredett egy olyan helyzetbe, amiből azóta se tud kikeveredni. Ez csak úgy halmazati büntetésképpen, mert hogy az úr a hátára tette egy zsákot, amit végig kell járnia. Úgyhogy ilyen egyszerű történetek zajlanak a világban, hál' Isten, nem magukkal, hanem van egy kiválasztott, aki küzd, aki ezt próbálja végrehajtani. A poén még az, hogy ez a két kép egy családhoz került, egy nagyon gazdag családhoz, aki mint gyűjtő ezt az egész tételt egybe megvásárolta. Amikor leütötték a senki többet harmadszor, 176 000 dollár, akkor egy olyan tájfun kerekedett, ami összetörte az egész árverő házat, az összes ablakot, ajtót kiszakította, és befejezték egy hétre az árverést, ezután a tétel után, de ez az ember kiállította múzeumba ezeket a képeket. Ott volt Amerikában ez a kép, és ő is megbetegedett. És mivel nem tudtak már orvosi szempontból rajtuk segíteni, hát fölhívtak egy indián mágust, és megkérdezték, hogy mi a baj. Ő meg azt mondta, hogy valamilyen középkori kövek vannak maguk birtokába, amik önöket mérgezik. Ezt ezzel komolyan vették, és repülőn elhozatták az indiánt, aki egyszer csak meglátta, hogy nem is kövek, hanem képecskék. Föl tudta ismerni, hogy ezek rekeszománc képek, gombok, aranygombok kövekkel, Szent István ruháiról. Különböző aranyozott, himzett kelmék vannak összetéve, meg mindez. És így került az Endréhez, az Endre így került ide, az Endre így került hozzám, így ment vissza, így ment tönkre, és akkor most várja, hogy mi legyen. Egy bírósági tárgyalás része a dolog. El tudjuk indítani? Az a pillanat. Az előbb elindult. De csak itt, de amikor odakét eszem, ott nem megy. Ott már nem. De gyakorlatilag egyébként ez a Szent Korona menekítéséről szólna, ami július 24-éről 25-ére virradó éjszaka történt meg 1945-ben a
magyar királyi koronaőrség képviselői akkor adták át az Egyesült Államoknak gyakorlatilag a Szent Korona őrzését, és erről emlékeztünk meg 2005-ben, és jövőre lesz a 65. évfordulója ennek a megemlékezésnek. Ha másnak, vannak képek is csak. Minden esetre, akik itt vannak, azokat is szeretettel meghívom, mert jövőre fogjuk tartani a 65. évfordulót, és az emlékmű, ami Madzéba egy domb tetején volt, és most aki a terület volt, az azt mondta, hogy vagy összetöri, vagy elviszük a fenébe az emlékművünket. Tehát elvittük az emlékművet, áthelyeztük egy másik oldalra a polgármester segítségével, és jövőre föl fogjuk szentelni a 65. évfordulójára, a Szent Korona menekítésére, és akinek van ereje, van autója, van kedve, lehet, hogy pont így a tábor együtt oda tud jönni. Egy gyönyörű fürdőváros, egy kis tó köré épülve, mint amikor a képeslapra ránézünk, pont úgy néz ki, gyönyörű házak, gyönyörű ápult környék, és ott volt a Szent Korona elrejtve 1945-be, és a TV1, működik, majd hogy nem technikai zseni. Még nagyobbra ki lehet nyomni? A TV1 készítette a filmet, a televízió igazgatójának engedélyével mutathatom be, ott, ahol a Szent Koronáról beszélek. Csak egy kicsit vissza kéne ugrani az elejére, mert ez a Anton Strasser már. Ez Madzéba van, ez Salzburgtól északra 20 kilométerre van. Azaz, és itt kezdődik. Hangja is van? Akkor nézzük meg, szerény reklámom lesz a film. A főszereplő is köztem levő azonosság, nem a véletlen műve. Amit majd ki is írnak remélhetőleg. Nem ismeri föl? Ó, akkor néma film lesz. Na jó, addig viszont, ha van kérdésük, szívesen válaszolok. Ha meg akarjuk nézni, parancsoljon. Olyan nézés. Egy koronaőr. Jó. A magyar királyi koronaőrséget 1464 évi második törvénycikk állította föl, Mátyás király idejével. Akkor váltottuk vissza a Zaciból, ugye a német császárnál volt 30 éven keresztül a Szent Korona, mert Erzsébet királyné elzálogosította. És akkor került vissza Magyarországra, ez 80 ezer arany forintot jelentett, ami hihetetlen, kimondhatatlanul nagy pénz volt. Ennek egy külön története van, mert a fuggerektől kérdezte meg a császár, hogy mennyiért adja vissza. És azt mondták, hogy 20 ezer forintot Európában senki nem képes kifizetni. Akkor a magyarok rávágták, hogy rendbe, akkor elgondolkodtak, hogy nem jó, akkor legyen 40, mondtuk rendbe, akkor mondták, legyen 60, azt mondtuk rendbe, és így fölpumpálták 80-ra. Hát demokratikus úton, mint manapság, kivetették mindenkire az adót.
Hát hogy kell ezt csinálni? Egyébként a közhiedelemmel ellentétben a magyar nemesség a koronaadót mindig fizette. Az volt az egyetlen adó, amit mindenkinek kellett fizetni, és be is fizették. Tehát visszakerült a Szent Korona, törvénybe iktatták a magyar királyi koronaőrséget, állandó őrséggel, állandó őrzési helyjel, és azóta folyamatosan létezik a királyi koronaőrség. 1945. július 26-ával okafogyottá vált a koronaőrség, mert hogy amerikai felügyelet alá került, mondjuk így megőrzésre került az amerikaiakhoz, de a koronaőrök tudatosan adták át az amerikaiaknak, ezt azért tudni kell. És mivel megszűnt a létezésük alapja, ezért őket nem oszlatták föl érdekes módon, hogy a népi demokrácia nem oszlatta föl a koronaőrséget, hanem egyszerűen okafogyott lett. Nem volt mit csinálni, hazamentek. Mindenki elment, polgári szakmájuk volt, elhelyezkedtek, leginkább a vasútnál egyébként. Ugyanis most a film elébe mennék, de a Kádár is, meg a Rákosi is vissza akarta kapni a Szent Koronát, és tudták, hogyha visszakapják, akkor őrség is kell hozzá, akik ismerik ezeket a feladatokat. Na, summa summarum megtörtént a rendszerváltás. Vitéz Józsi bácsi, aki eredeti koronaőr volt, és 91-ben még éltek az eredeti koronaőrök, akik 45-ben menekítették a Szent Koronát, azok megalapították a Magyar Koronaőrök Egyesületét, ami jogfolytonos a Magyar Királyi Koronaőrséggel, hiszen a tagjai alapították újra, akiket ezzel megbíztak annak idején, és mivel az utolsó időszakban, az utolsó egy hónapban önállóan cselekedhettek, ezért nem volt felettesük, akitől őnekik utasítást kellett volna elfogadni. Mire lett volna felettesük, addigra már népi demokrácia volt, és nem volt ilyen hivatal. Tehát ők önmaguk megalapíthatták a Magyar Királyi Koronaőrséget újfent. Ezek az idős urak ezért 96-ig bírták is a strapát, hogy úgy mondjam, 80 éves korukban is még díszegyenruhában csodálatos helytállással és példamutatással előttünk jártak, de akkor már nagyon belefáradtak, és elkezdték fiatalítani úgymond a koronaőrséget. És így került először Csordás Imre barátom, aki cserkészparancsnok volt a bazilikába, másodiknak én, és aztán szépen majd látják a fiatal embereket, akik folyamatosan bekerültek a koronaőrséghez, és gyakorlatilag én lettem az elnöke 2002-ben a koronaőrségnek, mert Vitéz Józsi bácsi is meghalt, utolsó azon koronaőrök közül, akik menekítették a koronát, mert Göndör Sanyi bácsi akkor még tavaly előtt halt meg Göndör Sanyi bácsi, aki 43-ig volt koronaőr, aztán műszaki pályára ment, műszaki katona lett. Érdekes módon, hogy ő vele pedig együtt szolgáltam Budafok hároson. Én őrkatona voltam, ő pedig kinevezett polgári alkalmazott. És aztán így öröklődött, gyakorlatilag mint a pápaság átadta nekem. Józsi bácsi, habár demokrácia van, választás van, de ő engem jelölt ki, így lettem én, és majd én is átadom valamikor, ha sor kerül rá. Ezek a koronaőrök nem koronaőrök, hanem koronaőrizők és rendőrök. Ez egy sarkalatos pontja, ez a kis mondat a világnak, mert rengetegszer át akarták venni már a koronaőrséget, mint olyat. Ugye, amikor fölmerült, hogy a Nemzeti Múzeumból átveszik az országházba, akkor aztán erővel föl. És akkor ezt a köztársasági őrezred koronaőriző alakulata kapta meg. Akik nem voltak hajlandók a koronaőri hagyományokat átvenni, mert ez nekik fasiszta hagyomány volt, és azért ők nem fognak ilyenbe belemenni, és nem voltak hajlandók a koronaőr címert viselni magukon. Erre mondta Józsi bácsi, hogy akkor meg nincs koronaőrség. Kész, passz. Úgyhogy ők lettek koronaőriző alakulat, spenót zöld egyenruhában. Egyébként nagyon rendes, nagyon klassz rácok, de rendőrök. És ezt azért hangsúlyozom mindenütt, mert ameddig az SZDSZ-nek nem csíptem a szemét, addig
a rendőrtisztavatáson, tiszthelyettavatáson, meg a tiszti avatáson augusztus 20-án talán látták, amikor bevonulnak a történelmi zászlók, akkor koronaőrök mi mentünk elől a Szent Korona másolata, de hát a Gusztos elvtársnak ez nagyon csípte a szemét, meg a nagyórúnak, és ezért kivágtak minket a rendszerből, mondván, hogy nem illünk oda, holott a szocialisták raktak be minket. Érdekes módon a Keleti György adta először parancsba, hogy legyünk ott. Jó, mi? Aztán a szocialisták vágtak ki onnan. Na, minden esetre ők vették át a koronaőrizést, mi pedig várunk, hogy megépüljön a Pantheon, hogy az ősök utasításait át tudjuk adni, és magát a rendszert, és amire ezt mind elmondtam. A rendőrtiszteknek nem eskütétele van, hanem fogadalomtétele. Fogadom, hogy életem kockáztatásával is megvédem, és vége az esküjüknek. A katonatiszt az mindig a hazára esküszik föl. Esküszöm, hogy életem árán is megvédem, Isten engem úgy segéljen. Ez a vége a katonai eskünek. Tehát a két eskü között oltári nagy különbség van. Ugyanis a rendőr az politikai kurzusra esküszik. Amikor nagy volt a pofájuk, akkor megkérdeztem, hogy barátom, és ha a Bácsfi Diana lesz a belügyminiszter, mit csinálsz? Ma akkor ütni fogod a komcsit. Most ütöd a Bácsfi Diannát, utána majd ütöd a komcsit. Neked tök mindegy. Neked azt mondják, hogy ezt ütöd, akkor oda megy, azt üti. Nem érdekli őt, hogy nyugdíjas néni vagy kit. Neki azt mondták, ütni kell. A katona mindig a hazájára esküszik, és függetlenül attól, hogy mi van a háta mögött, mindig az ellenséggel szembeáll, és az embereket védi. Teljesen mindegy neki, hogy buzi, kommunista, akármi, ő akkor is megvédi. Ő a hazát védi. És ezért hivatottak a katonák a Szent Korona őrzésére. És ezt mi is kikötöttük, hogy addig mi nem adjuk át a hagyományainkat, mert mi többször felajánlottuk, amíg ezt nem lehet megtenni. Egy nagyon előre haladt tár. És. Csak kiké.